És most érkeznek az olaszok. Szépen előkészítik a buzogányokat. Persze a karikával fog három buzogányt felrúgni a tornász. És pontosan szétmegy oda, ahova kell. Ki van számolva? Itt pedig belelép és átveszi a körzést, ez is nagyon érdekes. És fut tovább vele a másik irányba. És itt is tovább. Hihetetlen. Kicsit pihenő rész. Tökéletesen pontosan érkezett a karika mind a két oldalon. Középső versenytől rádobják a karikát, nehéz. Itt pedig négy buzogány dob. És mindegyik pont odaérkezik, ahova kell. Hát ez az egészen hihetetlen, ráadásul keresztbe lendítve dobta. Ez a gyakorlat is azok közé tartozik, amit többször meg kell nézni ahhoz, hogy az ember mindent lásson benne. Hát így örülnek az edzők. Ez tényleg bámulatos volt. Nagyon sok apró dolgot is csinálnak, amit először nem is lehet észrevenni. Tegnap egyébként óvtak pont ezt a gyakorlatukat, mert a technikai zsűri és a kontroll zsűri között nagyon nagy volt az eltérés. És el is fogadták az óvást, és így följebb emelték a pontjaikat. Igen, az biztos, hogy tegnap, amikor láttuk, akkor nagyon sok apró részletet én sem vettem észre benne. Tehát ugye akkor beszéltünk róla, hogy ha az ember nézi, akkor kinéz egy szert, mondjuk esetleg egy mozdulatsort, és egyszerűen képtelen látni az egészet egyben. A főbb elemeket lehet jobban követni, és aztán az ilyen apró finomságokat esetleg nem veszed észre, hogy a testén hogy gurul át, vagy ezeket az ugrásokat. És ott vannak, és a karikán keresztül nyúlva fogja meg, és megvan. Az első helyen állnak vele, az igen. De teljesen megérdemel.